az, amit én csinálok, vagy amiből így meg tudok élni, azt igazából csak magyarul tudom csinálni. Például nagyon szeretnék Szingapurban, nagyon szeretnék Tájföldön, nagyon szeretnék Berlinben, és még nagyon sok helyen, de erre nincsen lehetőségem. Úgyhogy megpróbálom ezt a várost saját magam számára elviselhetővé tenni, és megpróbálok itt élni benne. Meg hát ebből a városból építkezünk, ami reggeli műsorunk az nagyjából abból is áll, hogy hogyan lehet túlvészelni a Vajda Péter utcában a román-magyar foci meccset követő randalírozást, hogy nézi végig az ember a Barostéren menekült áradatot, hogy én ugye Barostéren lakom, illetve lakok a családommal, tehát az ablakból tudtam végignézni. Azt is egyébként, amikor a román-magyar után mindenki attól félt, hogy az ultrák rátámadnak a menekültekre. 94-ben jöttem föl Pestre, és nagyon sokáig úgy éltem itt, hogy tulajdonképpen közöm nem volt. Tehát volt egy lakásom, meg volt egy munkahelyem, a kettő között működtem, néha elmentem színházba, és folyamatosan mentem le a szegedi barátaimhoz, meg a gyulai barátaimhoz. És ez akkor változott meg, amikor az ember elkezd aktívan működni a városban. Tehát a város nem jön helybe, hogy gyere foglaljál. Én nekem például egy nagyon erős 7.-8. kerületi ilyen lokálpatrióta öntudatom lett attól egyszerűen, hogy ott működök minden héten, ismerem a helyeket, beszélnem kell emberekkel. Az embereken keresztül, meg ezeken a kapcsolatokon keresztül belakod ezeket a tereket. Tehát én az utóbbi másfél évben annyit tanultam erről a városról, egyszerűen csak az, hogy muszáj volt benne közlekedni. Az emberek úgy működnek, hogy ilyen meghatározott útvonalakon mennek. Nagyjából 2-3 destináció van, és akkor annyi Budapest. Hogyha elkezdesz dolgozni benne, akkor ez abszolút megváltozik. Én egyébként, tehát ugye vidékiek vagyunk mind a ketten, Bandi is, meg én is, nagyon szeretek Pest lenni, meg főváros lenni, elsősorban Pesti. Mert hát Buda azért az mégiscsak tudod. Az egy más világ. Igen, az egy más világ, nem féltem én a várost. Azok, akiket már zavar az a részeg angol lány búcsúztató, vagy férfi búcsúztató társaság, azok a 8. kerületbe mennek, és akkor ott nyílnak helyek, meg vannak jó koncertek, meg vannak jó színházi előadások. Egy évtizeddel ezelőtt megteremtette a város magának, vagy két évtizeddel ezelőtt azokat a lehetőséget, ahol szórakozni lehet, meg ahol lehet szerveződni, meg szervezkedni, és ezt már megtette 30-40 évvel ezelőtt is. Azt gondolom, hogy ugyanúgy ezt meg lehet tenni 2015-ben is. Azon múlik, hogy az emberek mennyire, hogyan visszanyúlnak a városhoz. Nem a város fogja meg, nem a politika. Tehát nem ezek a külső körülmények fogják meghatározni, hogy egy városban hogyan élsz. Utálok egy csomó mindent, ami ebben az országban van, ami politikai eredetű, de attól még például most kezdtem el szeretni Budapestet. Elvileg most kellene innen menekülni, nem? Francba, dehogyis. Tehát mostantól kezd az én városom menni.